Rossz utak, a közbiztonság hiánya és a fiatalok elvándorlása. Ez aggasztja leginkább a szabadkai kertvárosi helyi közösség lakóit. A családlátogatások célja, hogy személyesen tájékozódjanak azokról a problémákról, amelyek leginkább meghatározzák a helyiek életét. Elsősorban a munkanélküliség, ez egy égető, nagyon nagy probléma, fiatalok elvándorlása, főleg emiatt. Közbiztonság is nagyon-nagyon rossz helyzetben van, tehát van mit tenni ilyen téren. Több rendőr, szigorúbb törvények is, azoknak betartatása. A közbiztonság romlása mellett folyamatos gondot jelent az utak és utcák állapota. A lakók azt mondják, esőben még járni sem lehet sok helyen. A csatornahálózat minősége is aggasztó. Az utca lakossága panaszkodik, még nagy problémánk van az útnak a minőségével, mert esős időben nagy vizek vannak, a gyalog nem lehet elmenni, csak autóval. Ez az egyik problémánk. A másik problémánk még az, hogy nincs városi víz. Nincs kanalizáció. A VMS képviselői elmondták, rendkívül fontosnak tartják a felmerülő problémák mielőbbi megoldását. Programjukban kitérnek a legégetőbb kérdésekre. A közbiztonság az is szerepel a programokban természetesen, úgyhogy itt elhangzott, fontos lenne a törvények betartása, a kísértékű lopások határának lecsökkentése a nullára. Ezt gyakorlatilag, amint megalakul az új parlament, törvénymódosításként benyújtja majd a frakciócsoportunk. Fontos az is, hogy több rendőr legyen, és az is fontos, hogy a rendőrök, akik itt teljesítenek szolgálatot a délvidéken, azok tudjanak magyarul. A családlátogatás után a kertvárosi helyi közösség épületében a párt képviselői lakossági fórumot tartottak.